Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlök mindenkit, én Suki Zoltán vagyok, ez itt a Dél-Magyar legfrissebb podcastja, és hát gyakorlatilag a Szegeden, én ugye nem szegedi vagyok, de az egyik szívemhez talán legközelebb álló Szegedről indult témáról fogunk most beszélgetni, a City Rocksról, aminek az egyik ötletgazdája Gajda Ferenc, ő van most itt velem a stúdióban. Szia! Köszönjük, hogy eljöttél. Hát figyelj, Szeged hírét viszitek nagyon messzire, de azért biztosan a hallgatóink között egy-két olyan ember, aki nem tudja, nincs tisztában azzal, hogy mi az a City Rocks. Elmondanád az elejétől, hogy történt ez az egész, meg hogy mi ez tulajdonképpen? Hű, hát ez egy nagyon hosszú sztori. Nagyon sokszor föltették már nekünk ezt a kérdést, meg nekem főleg, mert az ötlet az enyém. Már nem teljesen, mert ugye ennek van egy olasz eredete, a Rocky Mille, akik ugyebár annak idején a 2015-6-ban csináltak egy ilyen flashmob-szerűséget, és az ugye bejárta a médiát, a közösségi médiát, és annak kapcsán jött nekünk az ötlet, vagy nekem az ötlet, úgyhogy a kisebbik filmet hoztam haza egy zenei táborból, ahol elképesztő energiák szabadultak föl egy ilyen rockzenei táborból, Szolnokról. És ugye 10 éves volt akkoriban a kisebbik film, és az élményeket hazafelé mesélve elaludt az autóba, és én így Szolnoktól azon gondolkoztam hazáig, hogy a fene egye meg, hogy tehát az én generációmnak, így a 50-es pluszos rock generációnak azért sok minden megadatott, innen akár Szegedről is, tehát nekem is aktív zenészként, tehát nekem meg volt a Sziget nagy színpad, meg volt a Pecsatelt ház, meg voltak az összes vidéki klub, korábbi zenekaraimmal is Batonyától Nemesmedvesig végig. Te mindjárt egyébként most? Dobolok. Tehát én végig játszottam az országot, külföldre nagyon keveset, de azért kijutottam oda is, és így azon gondolkoztam, hogy itt vannak ezek a srácok, és hogy valamit kellene kezdeni, mert hogy akkor már zártak be a klubok, átalakultak, tradicionálisan rockzenére kihegyezett klubok mentek tönkre, a fesztiválok arculatai átalakultak, tehát minden ez a lakossági szennyel lett tele tulajdonképpen. Tehát nem nagyon láttam kiutat abban, hogy itt vannak ezek a srácok, akik alig várták, hogy színpadra lépjenek Szolnokon, és öröm volt nézni őket, hogy több százan ott vannak, és ott tiporták egymást a színpad mellett, mikor lépnek már föl, tehát annyira helyesek voltak. És akkor jött ez nekem, hogy valamit, meg én ugye népművelést végeztem annak idején, még a főiskolán, és ugye közművelésben dolgoztam, és mindenképpen gondolkodtam egy olyan verzióban, hogy valami közösségi dolgot kellene csinálni. És hát ugye baromi jó alapötlet volt ez a Rocky Mill, amit az a beszélgetés elején említettem. Azon gondolkoztam, hogy ugye a magyar rockzenei kultúra, hogyha mondjuk kicsit visszatekerjük az időkerekét, a 70-es évektől kezdve egy nagyon jó export terméke volt Magyarországnak. Már olyan értelemben, hogy általában inkább Közép-Kelet-Európában, tehát ez a régi NDK, Csehszlovákia, Románia, és ez a régióban mi tulajdonképpen ebben a vonulatban piacvezetők voltunk. Hát ahova lehetett menni. Meg nyilván voltak ugye extrém dolgok, tehát ugye a magyar világsztár, ugye Erdős Péterre jót röhögtünk annak idején, amikor a Csepregi Évára azt mondták, hogy Viktor János kori kislány, 14 éves kislány akcentusával énekel. Meg hát nyilván voltak azért kiugró példák, az LGT, meg stb. Tehát tudjuk a sztorikat. De én ebből indultam ki, hogy nekünk van egy kézzelfogható rockzenei kultúránk, amit jó lenne azért valamilyen szinten ápolni, meg továbbvinni, és hogy az élőzene. Mert hogy ugye, ha csak a mai állapotot veszem, a 2017-es nekem megvilágosult ötletként, hogy csináljunk valamit, már ahhoz képest hol tartunk ez alatt a 6 év alatt, hogy az akkori számítógépen írt hülye gyerekzenékkel tele a közösségi média, és most eljutottunk odáig, hogy már az sem kell, hogy valaki ezeket, mert a mesterséges intelligencia megcsinálja helyettünk. Tehát, hogy elképesztő veszély van ebben, és hogy én úgy éreztem, hogy én, aki végigdráháltam ugye a zeneiskolákat, a magántanárt, azt a több ezernyi óra próbálást, meg keserű kenyérevést a zenekarral, amikor az ember fagyoskodik a mikrobuszban, meg az olajkályhás próbaterembe,
hogy tegyünk már azért valamit, hogy ezek a srácok egy kicsit jobb körülmények között, és hogy tudjanak játszani. És akkor arra hegyeztem ki, hogy tehát egyrészt a magyar zenét mindenképpen meg kell tolni, mert hogy ugye az olaszok mellett aztán gombamódra, tehát nem csak nekem jött itt Magyarországon egy ilyen ötlet, hogy ezt meg kéne csinálni, hanem ugye Kínától, Hollandián keresztül az oroszok, mindenki csinált hasonló típusú kezdeményezéseket, és én arra vagyok nagyon-nagyon büszke, hogy tulajdonképpen anyanyelvi szinten szinte senki se dolgozik, csak angol szász. Csak a biztosra mennek. Jó, persze tudjuk, hogy a popzene meg a rockzene nyelve az az angol, de hát miért ne? És ugye most röhögünk, amikor a Westframe-ban a holland srác, aki éppen itt nálunk részt vett a Flashmobon, a röhögben mesélte valakinek, hogy mennyire élvezte azt, hogy ő magyarul énekelte a magyar dalokat. Nem tudom, mennyit küzdhetett vele, mire megtanulta, de biztos hogy melós volt. Biztos macera volt, melós volt, de nagyon élvezte. Na és akkor, tehát innen indult ez az egész, ez az alapötlet, és akkor, amikor én az autóval, tehát elkezdtem gondolkodni, ugye, hát ugye akkor már az emberben benne volt több évtizednyi rock and roll, meg ugye kapcsolatrendszer, és amikor a Szeged táblához értem, addigra tulajdonképpen az első eseménynek a stábja, az már így a fejemben össze is állt. Tehát megvoltak a hangosok, megvolt, hogy kitől szerzek színpadot, ki fogja a filmfelvételeket csinálni, ki csinálja a hangrögzítést. Tehát hogy a zenekar is úgy nagyjából összeállt a fejembe. Azt már az első pillanattól kezdve tudtam, hogy én dobosként ebben nem fogok tudni részt venni, mert akkora meló lesz, hogy hajaj. És hát ugye az első 2018-as szegedi dómteres mutatványra 18-ban volt, jó. Igen, 18-ban, és 17-ben kezdtük el csinálni. Tehát az nekem ilyen napi 6-8, sokszor 10 óra ment rá, az, hogy egy alapközösséget építsünk arra, hogy a domtéren már viszonylag számszakilag is jól mutató, meg szemmel is jól mutató tömeget tudjunk produkálni. Az imáim meghallgattak. Ez összejött. És egy olyan napon, amikor a végén tudom, hogy így ültem így a domtéren egyedül, éppen a srácok elbontották a színpadot, és már, tehát már jártányérőm nem volt, és a színpad alá be volt dobálva egy csomó szemét. És így azon gondolkoztam, hogy atya úristen, most ezt még össze kell, hogy szedjem. De alig bírtam fölállni, olyan fáradt voltam, de megérte. Tehát főleg most így a utolsó munkánk pár hete, vagy két hete történt ugye Veszprémben. Még bocsánat, előtt kérdezzem meg, hogy mert ugye Szeged Rocks volt még 2018-ban. Tehát akkor ott, hogy mesélted a színpadot bontva, ücsörögtél egyedül a domtéren, akkor már eldöntötted, hogy ennek lesz folytatása, vagy ez csak később jött? Nem, mindenképpen akartuk ezt folytatni. Tehát nem volt ez, hogy mi egy rendezvényt csinálunk. Tehát, ja, tehát az akkor nem is volt kérdés, hogy ez az egy lesz, hanem hogy... Persze, tehát mindenképpen valami folyamat akartunk. Első körben ugye már eleve, amikor indult az egész először, csak úgy akartuk, hogy a szegedi zenészeket összetrombitáljuk. Aztán látszódott már, hogy amikor így kiment a híre, hogy akkor ez már nem csak Szeged lesz, hanem regionális, aztán meg már országos, meg aztán határon túlról is jöttek, hála az égnek. De az első perctől kezdve úgy voltunk vele, hogyha sikerül ezt valamilyen szinten egy komoly megmozdulássá alakítanunk, akkor ennek lesz folytatása. És meggondolkoztunk azon, hogy Szegeden, de aztán látszódott, hogy nagy az érdeklődés, és akkor a következő évben már Kecskemétre mentünk, ott volt a Kecskemét Rocks, és akkor már ugye elindultunk a közösségi médiában is, meg úgy vitte a hírét maga a produkció, és akkor alapítottuk meg tulajdonképpen a City Rocksot, hogy akkor ne legyen a város név előtag, hanem így. És akkor onnantól kezdve egy picit komolyabban, céges formában kezdtünk el ebben ténykedni. Úgyhogy hát legnagyobb örömünkre, mert hát a mai napig is ez a szívünk csücske, meg a mindenünk. Ezzel... Igen, rátérünk a jelenre, még annyit a múltról, vagy hát tulajdonképpen a jelenlésze ez is, hogy ugye járjátok a városokat, támogatnak benneteket, akár a városvezetők, akár ott a helyi civilek, tehát örömmel fogadnak benneteket? Igen. Tártarokkal várnak, hogy felhívjátok, nem tudom, ilyen, most mit mondjak, Békés Csaba polgármesterét, hogy polgármester úr, mennénk, vagy benneteket keresnek inkább? Ez már inkább fordítva van, hála az égnek, tehát inkább ők keresnek minket. Nyilván azért itt volt közben sajnos egy-két olyan esemény, nemzetközi esemény, meg hát ugye a világjárvány,
ami egy picit úgy keresztbe húzta a számításainkat, tehát volt egy év nálunk is, amikor ugye le kellett, hogy álljunk, meg ugye most bejött a speciális hadművelet, és tehát ennek eredményeképpen egy-két város azért behúzta a kéziféket, és tehát idén is az volt a szerencsénk tulajdonképpen, hogy tehát ez a Veszprém Balaton 2023 projekt, és hát tulajdonképpen így tudtuk ezt túlélni, meg azért most már úgy látszik, hogy talán túl leszünk rajta, de azért voltak nehéz évek ilyen szempontból, de azért mindig megtaláltuk azt, hogy kéne ezt átvészelni, és hát sikerült, hála az égnek. És akkor itt tartunk, itt vagyunk a Málnál, vagyis hát a közelmúltnál, Veszprémben voltatok, ahogy az imént is említettük, milyen volt? Ki is voltak éhezve a zenészeink, mert tavaly egy teljesen más produkciót csináltunk meg, szintén az olaszok mintájára, hogy tulajdonképpen három színpadnyi területre pakoltunk föl zenészeket, tehát kicsit ilyen kvázi világsztáros koncert körülményeket tettünk a fenekük alá, amit baromira élveztek, igen, nem csak, hogy ott volt egy létszámkorlát. Ott egy 150-nél meg kellett, hogy húzzuk a határt, és sokan kimaradtak ebből, és tehát ennek a dolognak pont az a lényege, hogy minél többen és minél nagyobb területen és így megszólaljon. Tehát az a libabőr, amikor megszólal az a 100 dobos egyszerre, tehát azt nem lehet. És az a megdöbbent, hogy ez a videókon is visszajön egyébként. Visszajön, igen, de én azt szoktam mondani, hogy ezt mindig a helyszínen kell megtapasztalni. Legalább egyszer, mert tehát a nem létező szőr az ember hátán lobog, mert tehát hihetetlen. Tehát nagyon nagy dolog. Most mennyien voltatok? Most 400 zenészünk volt, egy új helyszínen voltunk, a Gyárkert nevezetű zseniálisan megvalósított szabadtéri kultúrpark, így hívják. Egyenlőre csak koncerteket bonyolítanak, és szegediként borzasztó rossz érzés az, megmondom őszintén, és itt van bennem ez a kettősség, hogy itt vagyok nálatok egy olyan rendezvény után, amire az ember baromi büszke, iszonyatos energiákat tölt föl az, hogy a saját zenészeink, akik ott játszottak résztvevőként, olyan dolgokat írogatnak nekünk a közösségi médiában, hogy az ember elpirul, amikor olvassa, és tényleg nagyon-nagyon jó érzés. Viszont a kettőség az, hogy rendezvény szervezőként én azt mondom, hogy annak idején, amikor sokan lehet, hogy nem emlékeznek rá, volt egy olyan kezdeményezés, hogy Szeged-Pécs Európa kulturális fővárosa, és én akkor ugye a szegedi közművelődésben dolgoztam, és én is föl voltam kérve, hogy bizonyos pontokat írjunk ebbe a pályázatban, még a pályázati szakaszban, és ezt meg is tettük sok-sok munkaórát beleölve. És hát aztán valahogy a politika úgy döntött ugye akkoriban, hogy ez nem Szegeden lesz, hanem csak Pécsen. És amire az egész közművelődési szakma úgy fölhördült Szegeden, mert egy olyan löketet adhatott volna a városnak, és most írd és mondd, amikor ott vagy ebben a városban, Veszprémben, és látod azt, hogy amikor jól költik el, és jó dolgokra fordítják azokat az irtózatos pénzbeli energiákat, akkor az embernek úgy megfordul a fejében, hogy fú, a fene egye meg azért, milyen jó lett volna, hogyha ezt Szegeden meg lehetett volna annak idején csinálni. Tehát, hogy itt vagyunk Szegeden, élő zenés szórakozó helyet nagyítóval kell keresni a városban. Személyes fölháborodásomnak adtam többször okot annak kapcsán, hogy az én kedves régi munkahelyem, a Jate Klub évek óta lakat alatt. Tehát egyszerűen nem is tudom, hogy ki ennek a felelőse, vagy hogy egy olyan kulturális tőkét, ami 1973 óta, 50 éves a Jate Klub, 1973 óta egy kulturális tőkét tesznek tönkre. Azzal, ez a Jate, ez nekem is x-akta különben erről. A múltkor beszélt, mint hogyha beszéltünk is volna különben telefonon. És akkor itt van az elképesztő kontraszt, hogy elmegyünk Veszprémbe egy szegedi produkcióval, és világszínvonalon tudunk ott
megmutatkozni, mind a közönségnek, mind a saját zenekarunknak, mind a résztvevő zenészeknek, és olyan élményekkel jövünk haza, hogy tényleg a faladja a másikat, és tényleg nem győzöm elmondani, hogy mennyire jó érzés az, amikor ez a csapat tulajdonképpen közösségként működik, mert 1200 zenész van a zenész csoportunkban, és szinte napi szintű kapcsolatban vagyunk velük, és ugye elképesztő barátságok alakultak már itt ki a háttérben, és tehát egy nagyon-nagyon jó érzés az, amikor ezek a pozitív visszajelzések jönnek. És hogy nem mondjam azt, hogy volt olyan tervünk egyébként, hogy ugye idén lett 5 éves a Szeged Rocks, nem a produkció, hanem maga az esemény, és hát ugye tettünk volna mi lépéseket annak érdekében, hogy oké, ez még csak egy fél jubileum, mert nem is lehetne jubileumnak nevezni, mert a jubileum az 10 éves. Sokan a szakmában is egyébként 5 éves jubileum, nem. A jubileum az 10 éves. Hát azért 5 év az 5 év. Na hát úgy voltunk vele, hogy teszünk egy lépést, hát meg se hallgattak minket, úgyhogy tehát különösebben nem is nyomtuk aztán a gázt. Tehát szerintem azt mindenki tudja, hogy ha valakinek volt gyerekszobája, akkor egy e-mailre illik válaszolni, vagy egy telefonhívásra illik válaszolni. Hát ez nem történt meg a mi esetünkben. És ilyenkor is tudod, az a rossz, amikor, hogy szegediként az ember elmegy egy ilyen város, most nem ismétlem meg magam, de szóval kicsit keserű a szájíz ilyen szempontból. Viszont én azt mondom, hogy megint egy olyan mérföldkövet tettünk le a City Rocks-szal, amit nem tudnak már tőlünk elvenni. Ezen egy kicsit csodálkozom, különben, mert hogy velem nem állnak szóba a Városházán, az oké, de hogy nektek sem válaszolhatok. Hát én ennyire nem sargítanék, de... Egyrészt Szeged hírnevét viszitek tovább. Igen. Másrészt meg azért a 18-ban ott simán ment viszonylag minden, nem? Persze. Mi is csodálkozunk rajta. Volt többféle tapogatózás, sajnos egyik sem sikerült. Tehát nem volt akarás rá. Sajnálom, de ne szomorkodjunk, mert ugye megy a szekér, sőt annyira megy, hogy jön a következő állomás. Július végén, így van. Hát most már nyakig benne vagyunk, hát már tulajdonképpen paralel a két rendezvényt, paralel szerveztük, meg szervezünk most már teljes erővel a szatmárnémeti eseményünket. Úgyhogy hát ugye voltunk már kint egyszer, Kolozsvár mellett Boncidán. Igen. És az ottani szervezős rácokkal is hát szerintem életre szóló barátságot kötöttünk, és az nekik köszönhetően ugye most Szatmár Németiből az ő barátaik hívtak meg minket, és tehát szerintem velük is ugyanígy fogunk járni, mert egy baromi helyes, nagyon jó fej szervező csapatot ismertünk meg bennük, és hát most még a toborzás folyik vastagon, tehát még lehet jelentkezni. Ugye a dobosok, basszusgitárosok, gitárosok, billentyűsök, énekesek jelentkezését várjuk. Elmondhatod nyugodtan, hogy hol lehet jelentkezni. cityrocks.eu oldalon a Szatmár Németi fülre kell kattintani, egy kis videót akár telefonnal készítve az ember fölveszi, hogy énekel, vagy gitározik, vagy dobol, azt föltölti a YouTube-ra, fölrakja nekünk a linket, és onnantól kezdve tulajdonképpen járó a dolog, kapja a leveleket, mindenféle információt, ami szükségeltetik ahhoz, hogy ott legyen. Úgyhogy várjuk őket nagy-nagy szeretettel, és nagy-nagy várakozással állunk elé. Egy olyan téren fogunk föllépni, ahol amikor először ott jártam, és így körbenéztem, akkor azt mondtam, hogy fújt, egy Rammstein klipet kéne forgatni. Teljesen industriál. Tehát ez a régi vágású kocka, beton. De ez a klasszik, ilyen Ceausescu idejéből klasszikus. És tudod, az az érdekes az egészben, hogy aki fölnőtt, vagy gyerekfejjel, vagy fiatal fejjel járt ott, abban az időszakban, hogy mennyire megdönthetetlennek tűnt ez az egész, hogy most így x évtizeddel utána ezeken a helyeken az ember olyan felszabadultan jár, meg jót mosolyog rajta. És nekünk is ilyen ötletek jönnek, hogy egy Rammstein klipet kéne itt forgatni, mert annyira adja magát. De a srácok is nagyon jól kihasználják ott a helyi lehetőségeket, úgyhogy szerintem egy baromi jó rendezvénynek nézünk elébe. Úgyhogy hát csak most az kell, hogy jó sokan jelentkezzünk, jó sokan jöjjünk át, szóval már nincs is messzire, ugye, mert tulajdonképpen a határtól, Nyíregyházától egy köpésre van.
Úgyhogy... Nyilv nem kell ott aludni, persze, aki akar ezt hazai. Persze, simán haza tud jönni, így van. Így van. Oké, hát reméljük, hogy minél többen jelentkeznek. Azt elmondtad, hogy hol lehet a cityrocks.eu. EU a címe. EU végül oldalon, így van. Végül, és ez fontos, és a Szatmár Németi Fülön. Mondd el, légy szíves, hogy mekkora meró ez. Tehát csak a magáról a napról beszéljünk, a fellépés napjáról, illetve az előtte felkészülésről, mire feláll a színpad, összeáll minden. Fú, hát nagyon nagy meló. Nagyon nagy meló, és ami a rossz ebben tulajdonképpen, hogy maga a munka az utolsó 2-3 hónapra összpontosul, és hát ilyenkor az embernek jó lenne megsokszoroznia magát. Hiába van egy pár olyan hónap, ami levegősebb, tehát hiába pihen rá az ember, tehát ez nem lehet. Tehát ugye elképesztő, tehát ugye több száz emberrel kell napi szinten tartani a kapcsolatot. A zenekart kell ugye abajgatni, oktató videókat kell gyártani, és sorolhatnám, tehát rengeteg gép előtt ülős órát töltünk ilyenkor. Nem panaszkodom. Én olyankor szoktam panaszkodni, most egyébként pont a zenés csoportban tettem egy ilyen kicsit fájó kijelentést, hogy nekem ilyenkor az eseményekkor mindig az a legfájóbb pont, hogy ugye tehát mondjuk 48 órát megyek egy ilyen esetben, tehát előtte, az eseményen, meg még utána, és olyan rossz érzés, amikor ott vannak ugye lent a srácok, és már sokuk ugye ismerős, meg már barátság, meg stb., hogy nem tudok hozzájuk oda menni, hogy csak egy pacsira, vagy gyere, ígyunk meg egy kávét, vagy, tehát erre nincs idő. Tehát, hogy ez a legfájóbb nekem, hogy ilyenkor nem jut idő. Tehát, hogy az embernek ilyenkor elképesztő munkadandár van, de nem panaszkodom, csak tényleg olyan kicsit olyan rossz érzés, látom a többieket, tudod, hogy jó, mennek sörözni, meg összetartás, meg ugye megy a hülyeség. És tehát nekem ez egy picit olyan. Szóval nagy meló, nagyon nagy meló. Azt szoktam mondani, amikor egy új megrendelő jelentkezik a produkció irányába, akkor azt szoktam mondani, hogy optimális esetben egy ilyen produkciónak az elkészült az általában 8 hónap. Az az optimális. Tehát az, hogy ugye a casting, a toborzás. Tehát, hogy minden időben rendben zajlódjék. Nyilván ennél voltak hosszabb esetek is, meg voltak olyanok is, amikor 2 hónap alatt gyorsan össze kellett rakjuk, mert a Covid időszakában volt egy lehetőség, hogy mégiscsak meg tudtuk csinálni Dunaújvárosban, heteink voltak rá. Úgyhogy ott kávéhegyek. Oké, köszönöm szépen. Egyetlen egy utolsó kérdés még Szatmár Németire visszatérve, meg lesz hely a közönségnek? Lesz bőven, persze. Tehát elképesztően, hogy az a tér, úgyhogy mindenki el fog férni. Óriási. Akkor én azt javaslom a hallgatóknak is, hogy induljunk el majd Szatmár Németibe. Mikor pontosan még egy? Július 29-e szombat, és hogyha valami csoda folytán kedvezőten az időjárás, és nem tudjuk mondjuk szünetekkel lebonyolítani, akkor 30-a vasárnap az első napja az eseménynek. Gajda Ferenc volt itt velünk, a City Rocks ötletgazdája. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Feri, és akkor hát további sok sikert, és Szatmár Németiben találkozunk. Nagyon szépen köszönjük.